Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a Jász-Nagykun-Szolnok megyei foglalkoztatási paktum. Több mint 3 milliárd forintot sikerült elnyerni a projekt folytatásához, mondta a program nyitórendezvényén a megyei közgyűlés elnöke. Folytatni tudjuk a 2016 őszén megkezdett munkát. Ebben nagy szerepe van önöknek, a paktum szervezet tagjainak is, akik együttműködésükkel lehetővé tették, hogy a vármegyében működő foglalkoztató bértámogatáshoz jussanak, hogy az álláskeresőket munkahelyhez tudjuk juttatni, fejlődjenek, egyre ismertebbé és keresettebbé váljanak a helyi termékeink, fejlődhessen befektetés-ösztönzési tevékenységünk. Kihívásokból nincs hiány a jövőben. A projektben résztvevő kiemelt célja a vármegye munkaerőpiaci szereplőinek támogatása, hangsúlyozta Hubay Imre. A fórumon ismertették a program gazdaságfejlesztési stratégiáját. A jövőképünk, amit megfogalmaztunk, az egy erőteljes elmozdulás a teljes foglalkoztatás felé. Minden munkaképes korú vármegyei polgár értékteremtő munkát vagy társadalmilag hasznos tevékenységet végez. De nem változtattunk ezen a hosszú távú célon, hiszen 2016-ban ezt tűztük ki, történtek előrelépések, történt elmozdulás, de a célt azt hiszem mindenki láthatja, hogy még nem értük el. A foglalkoztatási fórumon a paktum szervezetek partnerségi együttműködési megállapodást írtak alá.